fejlesztési törekvései között szerepel a sportoláshoz kapcsolódó infrastruktúra fokozatos bővítése. A tavaly elindított kézilabda program, a Szent János térségben lelátóval ellátott futballpályák és a hozzájuk kapcsolódó modell kiszolgáló egységek mind részei a sportfejlesztési terveknek. A város önkormányzata a Tiszavolán SC-vel együttműködve újabb beruházásba fogott 2016-ban, sportcsarnok megépítését kezdte el. Azóta hónapról hónapra nyomon követtük, hogyan nő ki a földből a sportkomplexum új büszkesége. Jól halad az építkezés a sportkomplexumban, Mórahalmon. Május 25-én tette le az alapkövet Nógrádi Zoltán polgármester, valamint a Tiszavolán SC elnöke és a Magyar Kézilabda Szövetség vezetője, és már állnak az oszlopai az új sportcsarnoknak a Móra-domb körúton. A szabványos kézilabdapálya méretű sportcsarnok a skanzen és a labdarúgó pályák között épül, a projekt összköltsége 508 millió forint, melynek 30%-át az önkormányzat finanszírozza. A sportfejlesztési programhoz a Magyar Kézilabda Szövetség az általa jóváhagyott TAO támogatásból 348 millió forint anyagi forrást biztosít. Az elkészült sportcsarnok részben a Mórahalmi Önkormányzat, illetve részben a Tiszafolán SC tulajdonát képezi majd. A csarnok épülete 2017-ben már az 55-ös főútól is jól látható. Az ünnepélyes átadást január 17-én tartják, ezután birtokba vehetik a sportolók és a népes szurkolótábor, és így a Móra-dombi sportcsarnok hamarosan a tehetséggondozás egyik meghatározó bázisa lehet a régióban.